Június 9-én 5 magyar város Decathlon áruházában lehetett bárkinek kipróbálni a TTX-et egy roadshow keretén belül. Csak betévedtem ide a kisgyerekemben, mert defektet kaptunk a bringával, leadtuk a szervizre, mondták 15 perc, jó, addig ugye shoppingolunk kicsit. Majd a kisebb fiam elment, illetve ugye csak vele érkeztem, elment focizni, én meg ilyen repetfazék hangra lettem figyelmes. Oda kaptam a fejem, és érdekes, hogy nem az tűnt fel, hogy a másik gyerekem az iskolában lóg, és itt van a Decathlonban is pinyózik, hanem hogy ilyen milyen furcsa hangja van ennek a pingpong labdának. Abszolút nem tudtam róla semmit, most sem tudom még mindig, de kipróbáltam. Labdaszedésben vérprofi vagyok egyébként, tehát itt is tudni kell vele játszani. Itt vagyunk már 2 órája. Tehát nem tudom, mikor indulunk haza. Aranka fiát gyorsan beszippantotta a TTX. Eléggé furcsa a sima pingponghoz képest, mivel nagyobb a labda, és könnyebb az ütő is, és teljesen más anyagból van összeépítve, viszont nekem merem mondani, hogy jobban tetszett, mint a pingpong, és jobb is. Én nagyon élveztem. Lugosi Lívia heti 3-szor jár asztali teniszezni Kispestre. Ő tudott erről a programról. Szerintem nagyon jó is, amatőröknek való, akik nem muszáj tudj hozzá pingpongozni, hanem csak kipróbálni, hogy milyen. Szerintem nagyon jó. Volt, aki inkább a hagyományos asztali tenisz mellett tette le a voksát. Őszintén nekem a hagyományos azért az jobb még, és hogy a pörgetések, meg nyesés, meg mindenféle különleges mozdulat, de ez is teljesen jó. A roadshowról Rómába is el lehetett jutni. Mind a TTX iskolai versenyből, mind a roadshowból egy gyerek és a kísérője, tehát ez lehet tanár, edző, bárki, ez 4 ember, további 2 edzőt a szövetség delegál, és további 4 játékost, viszont azok már nem amatőrök, hanem az asztali teniszben jártas, de nem válogatott szintű játékosokat szintén a szövetség delegál. Így összeáll egy 10 fős csapat, aki októberben Rómában vehet részt egy nagy nemzetközi küzdelemben.